letelt a két hét. Az egyre jobban elharapódzó vendégmunkás bűnözés ellen 1 millió forintos nyomra vezetői díjat ajánl fel a Mi Hazánk mozgalom. Most épp egy szexuális erőszak miatt körözött vietnámi vendégmunkás ügyében. A kormány által is elismert migráns bűnözésnek van két olyan fajtája, melyről nem szeret beszélni a Fidesz. Az egyik a régi migránsaink körében elterjedt cigánybűnözés, a másik pedig a most kialakuló vendégmunkás bűnözés. Mind a kettő ellen tüntetünk augusztus 29-én 18 órakor a kőbányai börtön előtt a Maglódi úton. A legutóbbi munkanapon tette közé a Miskolci járásbíróság, hogy elrendelte annak a másik vendégmunkásnak a letartóztatását is, aki a megalapozott gyanú szerint egy borsodi kisvárosban tartott augusztus 20-ai rendezvényen több nőt kísérelt megerőszakolni, egyiküket ököllel fejbe is verve. De eközben hetek óta sikertelenül körözi a rendőrség ezt a másik vietnámi vendégmunkást, akinek hasonló esetéről nem is volt híradás. Mivel a rendőrség ez esetben nem tűzött ki nyomravezetői díjat, a felajánlásom nyomán mégis lehet 1 millió forint. Orbán Viktor szerint illedelmesen kopogtak ezek a hazánkban törvényesen tartózkodó, szexuális erőszakot elkövető vendégmunkások. A Mi Hazánk mozgalom szerint azonban az efféle eltérő kultúrájúakra nincs szükség, így a nekik épülő akkumulátorgyárakra sem hazánkban. Szükség van viszont a kémiai kasztrálásra a nemi erőszakot elkövetők megfékezése érdekében. Ha ilyen szigorral léphetnének fel a hatóságok velük szemben, akkor a bűnözőknek kevésbé lenne vonzó célpont Magyarország, családjaink pedig nagyobb biztonságban élhetnének.